Pincét a 60-as években vásárolták a szüleim, meg a hozzátartozó szőlők egy részét, és hát azóta folyamatosan szőlőt termelünk, már család, és én folytattam, négy testvér közül, tehát én vagyok a legfiatalabb, és én folytattam a szőlészkedést, meg a borászkodást. Most jelenleg 10 hektár szőlőnk van, és főképp kék szőlőink vannak, minimális fehér szőlőnk is van. A kék szőlők egy részében rozét is készítünk, itt van például ez a Nero rozé. Cannes-ban a rozé világversenyen ezüstérmet értünk el vele. Az idejében ez volt a ezen a versenyen indultunk, és sikerült. Három aranyérmet nyertünk Bordeaux-ba, és egy nagy aranyérmet Brüsszelbe. Ezeket a borokat is szeretnénk megmutatni az idejében, és van még belőle készlet. A Bordeaux-ba a Jurátus küvével, Letícia küvével és egy Cabernet Sauvignon nyertünk, és ezeket mind kivisszük a Szexárdi Fesztiválra. Megtörtént az idet 15-én, augusztus 15-én, és most már befejeződött az eredés, úgyhogy most van derítés alatt, és szerintem palacba is kerül a születi napok kezdetére. Aztán viszünk fehér borból fehér kadarka csendes változatot, és még gyöngyözőt, aztán sárdonét, és egy fehér küvét, ezek lesznek a fehér boraink is. Vörösborból Cabernet Sauvignon, Merlot, Sirázt, persze kadarka, elsősorban kékfrankos bikavér, tehát hogy meg a patikáris küvél, mert pincéknek a specialitása, azt is visszük, hogy megpróbálunk mindenkinek megfelelni. A Béla téren leszünk a 13-as pavilonba. Ez, hogyha jól láttam a térképen, akkor a Vármegyeház bejáratának a jobb oldalán van.